Remek formában játszik a hajdúszoboszlói TSR 16 éves tollas labdázója Kígyós Keán. A sokra hivatott fiatal február elején Vetor Nikollal párban ezüstérmet szerzett a felnőtt OB-n, majd a pécsi Multialarm Junior, azaz U19-es nemzetközi bajnokságon egyéniben bravúros bronzérmet nyert, míg az ugyancsak Vetor Nikollal alkotott vegyes párosa a döntőig jutott. Az U19-es magyar nemzetközin egyénibe harmadik helyezést értem el. Erre nem számítottam igazából, mert a vegyes páros miatt mentem. Tavalyi évben a vegyes páros megnyertük, címvédőként indultunk, de a végén úgy sikerült, hogy egyénibe jobban szerepeltem. Ásrak is ugyanúgy egymás mellett ment a mezőny, ugye egyénibe is, meg vegyesbe is, tehát mindig ugyanabban a körben voltam. És miután vegyesbe kikaptunk, úgy voltam vele, hogy akkor mindent az egyénire. A nagy kérdés, hogy mit tekintünk eredménynek? Nyilvánvalóan eredmények tekintjük azt, hogy egy nemzetközi versenyen a harmadik tudott lenni, de igazából mennyire tudja mozgósítani az energiáit, mennyire tudja visszaadni azt, amit edzésen tanultunk, mennyire tudja alkalmazni azokat a dolgokat versenyről versenyre, mennyire tud ott az adott versenyhez alkalmazkodni, mennyire tudja ráerőltetni az akaradát az ellenfélre, mennyire tudja egyik mérkőzésről a másikra kipihenni magát, a különböző relaxációs gyakorlatokat, hogy tudja rendbe tartani. És igazából, hogy bizonyos teljesítményt stabilizálni kell, hogy azt mindig minden körülmények között tudja hozni, és arra kell az extrákat rátenni. És főleg az, hogy a figyelemben, akaraterőben, koncentráló képességben tudjunk fejlődni. És mindig azt tekintjük sikernek, hogy az előző időszakos képest milyen ütemben tudunk haladni. Lehet, hogy van egy stagnálás is, hogy nem tudunk azonnal nagyot ugrani, de van, amikor meg egészen jelentősen előre tudunk lépni. Most itt ez a legutóbbi nemzetközi verseny, annak volt bizonyítéka, hogy le tudja önmagát győzni, és hisz saját magában, hisz a saját képességeiben. Keánon már kiskorában is látszott, hogy ígéretes versenyző válhat belőle. 6 éves koromban kezdtem el tollaslabdázni, miután hazajöttünk Spanyolországból, tehát ez már 11 éve. 3 évesen elkezdtem teniszezni, és amikor hazaérkeztünk, itthon kezdtem el tovább játszani teniszt, és utána egyszer az egyik ismerősünk ajánlotta a tollast, bejöttem is, így. Szerencsémre nagyon jó labdaérzékem van, minden sportágban, amiben labda van, abban általában szeretek részt venni. Hogy haza települtek Spanyolországból, ő első osztályos, általános iskolás osztályába járt, és ismertem a szüleit, ők is ismertek engem, az édesanyját tanítottam is még az általános iskolában, és jöttek kipróbálni ezt a sportágot, és azonnal megtetszett nekik, és szerencsés módon itt is ragadtak. Kezdetben a legfontosabb feladatunk az volt, hogy játékosan megszerettetve ezt a mozgást, hogy élvezze a gyerek, és mindig kapjon egy kis plusz feladatot, hogy következő alkalomra legyen valami motiváció, hogy készüljön valamire, egyre jobb versenyzőkkel ütögethessen, és így szépen lépésről lépésre haladtunk előre. Egy év közös munka után kiderült, hogy bírja a terhelést, tehát a heti 4-5 edzésen intenzíven is részt tud venni. Nyilvánvaló, hogy az edzésen belül, a másfél-két orosztás edzésen belül változtatni kellett a terhelést, az intenzitás az módosult egy picikét az ő életkori sajátosságainak megfelelően, de már akkor is látszott, hogy kivételesen jó adottságai vannak. Van egy-két olyan dolog, amit nem kell megtanítani neki, mert ahogy szokták mondani, hogy a vérében van, visszarakta a labdát, ügyesen oda helyezkedett, és tudott tartósan figyelni. A sokszoros korosztályos magyar bajnok játékos az idén nem csak hazai környezetben folytatná a remeklését. Augusztusban lesz az U19-es junior Európa-bajnokság, azon szeretnék jól szerepelni. A vegyes az, ami ott tehát az lesz a központ, arra koncentrálunk. Hát elég jó esélyekkel indulunk. Legutolsó cseh versenyen megvertük a legjobb vegyes párt, akik elméletileg a legjobbak voltak Európában. Az a legfontosabb, hogy ott az ő gondolkodásmódja nagyon gyors, a páros az egy gyorsabb játék, és nagyon kreatívan tud játszani, és bizonyos dolgokat automatizmus meg beleraktunk a játékába. És nagyon tud alkalmazkodni az adott körülményekhez, és nem tudják kiszámítani, hogy bizonyos élethelyzetekből mit fog ütni. Reményeim szerint közeledünk az egyik legnagyobb cél, az olimpia felé, viszont ahhoz nagyon nagy támogatottság és nagyon jó edzőpartnerek kellenek.
talán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy itt van 5 korosztályos válogatott gyerek, az edzőpartnerek megvannak, illetve Debrecennel tudunk szoros kapcsolatot kiépíteni a debreceni tollaslabda klubbal, és közös edzéseket tartva reményeink szerint el tudunk jutni egy szintre. De ahhoz, hogy olimpiára kikerüljön, nagyon komoly kvalifikációs rendszeren keresztül kell sikereket elérni, ahhoz viszont nagyon nagy támogatottság kell. Anyagi támogatottságra is jelentettem. Hát az még nagyon messze van, főleg párosra. Párosra sokkal nehezebb kikerülni, kisebb a mezőny létszáma, de mindent megteszünk.